Laci Erzsébet, a Dolce Vita tulajdonosa, fiával együtt vezeti az autóbusz állomás melletti éttermet. Már 15 éves múltú a hangulatos vendéglátóhely. Nagyon-nagyon szeretünk csinálni, nagyon sok feladatot igényel, imádjuk a vendégeket. Egy olasz vonalon indultunk, mivel hogy olasz házasságom volt, így a gyermekeim is félvérek, tehát a Dolce Vita elnevezés nem a véletlenből jött, tehát nem csak a divatműve. Eredetileg teljesen olasz vonalú ételekkel indultunk, de akkor a közönség úgy érzem, hogy még nem volt egészen nyitott rá, tehát áthangoltuk gyakorlatilag magyar ízlésre, és ez a mai napig meg is maradt. Erzsébet kivételes tapasztalatokkal rendelkezik, amit igyekeznek átadni a tanítványoknak. A titok az, hogy egy 94 éves nénitől hónapokon át tanultam a főzés művészetét Olaszországba. Annától, akinek nagyon hálás vagyok a mai napig, nagyon sokat fejlődtem ezért a gasztronómiai élményekben, de tehát magyaros konyhát főzünk gyakorlatilag. A repertoárunkban természetesen pizzatésztafélék benne vannak, nagyon széles frissen sültek, nagyon sokféle sültes tájaink vannak, 4 főre, 2 személyre, most már készítünk pörkölteket is közkívánatra, van gulyásleves is. Fia, Romeo, a mindennapi munka folyamatokba is besegít. A pult mögül kilépve beszélt nekünk a tanulókról. Kiemelte, milyen fontos a gyakorlati tapasztalat, hogy a diákok éles helyzetben ki tudják próbálni magukat. Itt tudunk nekik egy olyan fajta löketet adni, vagy egy inspirációt, ami a megfelelő útra tereli őket. Vannak olyanok, akik szembesülnek azzal, hogy nem jó pályát választottak, illetve vannak olyanok, akik megtalálják a helyüket. Vámos Viktor szakács tanuló Szekszárdon. Nem csak a tankonyhában, hanem az étteremben is hasznosan tölti az idejét. Húsokat klopfolok, zöldségeket szoktam összevágni, pizzát szoktam kenni, készíteni, és szoktam pizzatésztát is összeállítani. A duális képzésnek köszönhetően az iskolában és a gyakorlati helyen is rengeteg tudást képesek elsajátítani a diákok. Ezt a későbbiekben az oktatási intézményekből kilépve a munka világában tudják majd hasznosítani.